Tenki Réka az előadást próbálja a Kamara színpadon. A darab, amelyet 2015-ben mutattak be, Péterfi Novák Éva nagy sikerű, megrázó őszinteségű blogjának és könyvének szövegeiből készült, amelyben megörökíti kislánya történetét, aki a születés során súlyosan mentálisan sérülté vált, majd 7 év után meghalt. A szerző 30 évvel az események története után számolt be mindarról, amin fiatal anyaként keresztül kellett mennie. Az egyasszony olyan igaz történet az élet fájdalmas titkairól, amelyekről nem szokás beszélni. Tragikus és egyben felemelő példázat, melynek különlegessége, hogy tragikuma ellenére életöröm sugárzik belőle. A színésznő szerint a monodráma üzenete az, hogy a legszörnyűbb helyzetből is van kiút. Azt gondolom, hogy azok a történetek, amik erőt adnak, és talán egy kulcsot adhatnak ahhoz, hogy elindítsuk az új életünket, vagy egy változásnak a kezdetét jelentheti, akkor azok nagyon fontos történetek és fontos előadások. És az Évának a könyve, az élete és az ő tragédiája és az útja, amin átment, az szerintem nagyon sok mindenkinek segítséget, vagy esetleg hasonló helyzetek feldolgozásában segíthet. Tenki Réka gyermeke születése után ezzel a darabbal tért vissza a színpadra. Ebben a különleges élethelyzetben kapta a felkérést a produkcióra, ami az első találkozása volt a műfajjal. Nehéz dolog egy hónapon keresztül csak szöveget tanulni, és utána egyedül megküzdeni azzal, hogy vajon érdekes lehetek-e, vagy én át tudom-e adni ezt a történetet az embereknek úgy, hogy álljanak föl 20 perc után. Szóval ez mindegy olyan nyomasztó helyzet, amivel meg kell küzdeni, de aztán fontosabb lesz maga az ügy. Tenki Réka az Egyasszony című monodrámában nyújtott alakításáért 2016-ban a Színikritikusok díját kapta meg.